Sziasztok, én Elás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtára csatorna. Ebben a videóban egészen friss fantasy újdonságokat hoztam. Hogyha érdekel, maradjatok velem! Megvalva már volt nem olyan régen egy hasonló videó fantasy újdonságokkal. Az az igazság, hogy közben annyi elolvasni valóm támadt, és annyi új fantasyt olvastam el, hogy ismételten készültem nektek egy ilyen videóval. De akkor nem is húzom tovább a szót, akkor el is kezdeném. Legelőször is az Átkozottak királysága volt az a gyönyörűséges könyv, amit én nagyon-nagyon vártam a Gonoszok királysága után, amely egy abszolút ötcsillagos olvasmány volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit átvágott ez a könyv. Nem voltam annyira odáig értem, mint az előző könyvért. Sajnos minden olyan egyedi dolog, ami az első kötetben tetszett benne, tehát a gasztronómiai részek, a szokások leírása, a kornak a különleges ábrázolás módja, az eltűnt, és itt viszont kaptunk egy szinte sima erotikus fantasyt, ahol ismételten ki vannak hegyezve a különböző történetrészek, az erotikus részek összekötésére, és egyedül a legvégén kapunk egy aprócska szeletet ebből a világból. Szóval nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a könyvvel, illetve Kerry Beniscalco-nak a műveivel. Én abszolút bizalmat szavaztam a második kötetnek az első után, és nagyon bízom benne, hogy a harmadik kötet helyre tudja billenteni ezt az egyensúlyt, amely azt kell, hogy mondjam, színvonalban az első és a második kötet között van. De sajnos ez a probléma, ez általában, mostanában elmondható a fantasy könyvekre, hogy amelyik sorozattá lesz bővülve, ott a második kötet sajnos nem igazán éri el az első színvonalát, és maximum, ha egyben értékelünk egy három részes fantasyt, ott a harmadik kötetnél szokott lenni az, hogy valamelyest visszalendülünk az első résznek a színvonalához. Írjátok meg nekem, hogy ti úgy vagytok ezekkel a több részes fantasykkel, hogy ténylegesen minden második résznek rossznak kell lennie, hogy a végét sokkal jobban élvezzük, vagy esetleg tudtok olyan fantasy sorozatot mondani, ahol minden rész azonos színvonalon van megírva. De akkor folytatnám is, ismételten egy újdonsággal, ez pedig Dora Wielandnek az Oázis hercege című fantasy-e. A szerző első kötetes, és nagyon szépen ötvözi az arab mesék világát a fantasyvel, bár ez modern korban játszódó történet, ugye a főhősnőnk egy tevetúra alkalmával eltéved, és egy másik világban találja magát, ahol a főszereplőnk beleszeret az ő megmentőjébe, egy hercegbe, Kalin hercegbe. A történetben szereplő birodalom egy kicsit túlságosan mesés nekem, és amikor a jelenkorban járunk, a jelenkori történetrész is a mi korunknak a szereplői sokkal színesebben vannak kidolgozva, sajnos, mint a misztikus városnak a szereplői, de ettől függetlenül szerintem izgalmas olvasmány volt, illetve egy-két mellékszereplő, akár a főszereplő hercegünknek a bátyja, olyan jól sikerült, hogy néha már azon kaptam magam, hogy neki szurkolok, nem is az öccsének, hogy megtalálja a szerelmet, de nem akarok erről többet elmondani. Hogyha érdekel benneteket ez a világ, akkor ez egy vagy két estés nagyon jó kis szórakozás. Én egy nap alatt olvastam el, de ennek egy oka van, hogy már szabadságon vagyok, és gátlástalanul sokat tudok olvasni ilyenkor.
Szóval, hogyha szeretitek az ilyen típusú fenteziket olvasni, akkor Dora Villennek ezt a könyvét én sok szeretettel ajánlom. Novemberben jelenik meg a következő regénye, amelyet én nagyon várok, mert én úgy vagyok vele, hogy aki ilyen jól indul egy első kötettel, ott nagyon figyelni kell a szerzőre, és a következő kötetre még inkább kíváncsi vagyok. Ami nem ehhez a történethez fog kapcsolódni, az egy tündéres fantasy lesz, de mindenképpen kíváncsi vagyok rá. Szóval olvassátok el, hogyha érdekel a téma. Folytatnám ismételten egy csalódással, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy több könyvből álló fantasyk sajnos igencsak átbillentenek bennünket másik irányba. És a Hades és Persephone második része, ugye az első volt a Sötétség érintése, ez tavalyi, ha jól emlékszem, tavalyi vagy tavaly előtti megjelenés, akkor nagyon-nagyon szerettem, és itt viszont ebben a könyvben eléggé satnyú sajnos a történet. Nem értettem először a 70%-75%-os értékeléseket, de sajnos tényleg az van, hogy egy elég nagyot zuhan a történet színvonala, és a főszereplőnünk hisztéjéről szól leginkább ez a rész, és ahogy elnéztem, hogy 4 kötetesre lett húzva ez a történet, akkor egy kicsit elgondolkodtam rajta, hogy nem biztos, hogy én ezt végig fogom olvasni, meglátjuk. Idáig nekem ez a könyv sajnos nem üti meg az előző színvonalát, és bevallom őszintén, szerintem Hades és Persephone története mostanában annyira túl van rágva, hogy én sokkal inkább olvasnék szívesebben Afroditéről, vagy akár egy másik görög mítoszt kellene feldolgozni, mert ez így nekem sajnos nem igazán hozza azt a szintet, amit az első kötetben megszoktunk, de ettől függetlenül maga a könyv gyönyörű formában jelent meg, de ahogy ezt már mondtam, a könyv képzőnél szerintem mostanában elképesztően gyönyörű fantasy újdonságok jelennek meg, és annyira szép ezzel az élfestéssel, hogy még aki nem szeret olvasni, szerintem még így lehet, hogy még inkább kedvet kap hozzá. Én általában a tartalma alapján választom meg a könyveket, de most egy kicsit mellé fogtam, hogy ezt is éldekorálva rendeltem meg. Lehet, hogy a következőnek már nem szavazok meg egy éldekorált verziót, csak egy simát. Kíváncsi vagyok rá, hogy attól függetlenül hogy fog végződni a történet. Ha jól emlékszem, talán ősszel jöhet a harmadik rész. Meglátjuk. Én annyira nem voltam elégedett ezzel a történettel. Írjátok meg nekem, hogy nektek a görög mitológiából ki a kedvencetek, és melyik történetet látnátok szívesen fantasy olvasmányokban feldolgozva. Akár olyat is, ami erről még nem esett szó, nagyon kíváncsi vagyok rá. Én sokat gondolkodtam ezen, szóval nálam Afrodité az elsődleges, tehát őről mindenképpen olvasnék egy fantasy regényben. És akkor most hozok egy különlegességet. Az Egeve kiadótól kaptam Amina al-Sirafi kalandjait, Shannon Chakraborty regényét, és azt kell, hogy mondjam, egy abszolút különlegesség került hozzám. Mindenféle fantasy klisével szakít ez a könyv, és abszolút nem azt éreztem, hogy fantasyt olvasok, inkább egy kalózos kalandregényt, és lehetséges, hogy most ezzel az ifjabb olvasóknak azt mondom, hogy nem biztos, hogy nekik való, én nagyon át tudtam érezni a főszereplőnk, ugye egy 45-50 év körüli hölgy, aki egy volt kalóz kapitány, Amina al-Sirafi, aki visszavonul, és egy nagyon eldugott kis faluban a családjával éli mindennapi életét, és nagyon nehezen élnek, és abszolút nem gondol arra, hogy visszatérjen a kalózkodáshoz, még egy napon megjelenik nála egy idősebb hölgy, egy nemes asszony, aki arra kéri, sőt szinte már könyörög neki, hogy az elrabolt unokáját hozza neki vissza. Először Amina nemet mond
erre a lehetőségre, de olyan összeget ajánl fel a nemes asszony jutalmul Aminának, ami után az egész családja, talán még az unokája is boldogan és gondtalanul élhetne, és ebből a megfontolásból ő úgy dönt, hogy mégis meg kell próbálnia ezt a kalandot. Nagyon sok minden éri ez alatt a kalandos utazás vagy mentőakció során, és aki szereti az arab mitológiát és egy kicsit az Ezer egy éjszaka mesének hangulatát, itt elsősorban a kalandos részekre gondolok, a Szindbád kalandjaira, azok számára ez a könyv szerintem mindenképpen tetszeni fog. Nagyon imádtam olvasni, abszolút klisémentes, különleges olvasmány. Nem biztos, hogy mindenkinek fog amiatt tetszeni, amit én hiányoltam belőle egyedül. Nekem hiányzott a romantikus szál belőle, és szerettem volna többet látni Aminának a fiatal korából, amikor még a kalóz élet a mindennapjait kitöltötte. De ahogy hallottam, lehet, hogy lesz belőle folytatás, úgyhogy nem gondolom, hogy egyedül vagyok ezzel a kérésemmel, tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan folytatódna ez a történet. Hogyha szeretitek a kalandregényeket, a kalózregényeket, meg érdekel az arab mitológia és az ilyen típusú fenteziket kedvelitek, akkor ez abszolút nektek való könyv, szóval én nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az Ageve kiadónak, hogy elküldte nekem, tényleg egy élmény volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Írd meg nekem, hogyha bármelyik fantasyt már olvastad, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornára, hogy minél több tartalmam eljuthasson hozzád. További szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!